Na, szevasztok srácok, lányok, srácok, ebbe az új unboxing videóba három modellt szeretnék nektek bemutatni. Sint ide előkészítettem. Az első ez a Roco Gatax tartályos kocsi, tartálykocsi. A másik ez a acmés AVMZ-s kocsi, ezt a Albert modell festette át. Albert modell, itt van. Így néz ki. A harmadik modell meg a NME-nek a felújított verziója. Tehát a AMZ-s kocsia. Ez a felső, ez a régi, az alsó meg a NME féle, az meg a új fajta kocsi. Rokónak ez a tartálykocsia, ez koszolt. És szerintem bontsuk is ki. Tehát mondjuk kezdjünk a tartálykocsival. Ez azt hiszem üzemanyagot fog szállítani, vagy üzemanyagot szállít a kis táblácska szerint. És neked kicsikét arrébb tesszük. Kipattant a háromlábú bakkecskéből a telefon. Halleluja! Emiatt így kell lenni. Hogyha így le akarom tenni. Így a telefont. Csinek addig arrébb teszem, mert picikét idegesítő, nincsen tőlek hely. Sok hely. Tehát akkor levesszük a tetejét. Láthatjátok, hogy új, mivel hogyha nem lenne új, akkor nem lenne ilyen jól becsomagolva. Ja, itt nem fogja ragasztó, és akkor azért nem nyit. Itt van, ott lehet látni, le van ragasztózva. És csak a fele szakadt fel. Ezért kell a másik felét is felnyitni. Jó, és hogyha minden igaz, most ez az. Tehát levettük a tetejét. Készítek ide neki egy pár sínt, egy sínszálat, nagy, elnézem, ez nem olyan nagy. És amúgy ezt erről tudni kell, hogy ez koszolt modell gyárilag. És hát akkor vegyük is ki. Így néz ki maga a modell. Sínre helyezve. Nagyon jól néz ki, sínre helyezve. Fóliákat úgy kell ilyenkor eltenni, hogy ne gyűlődjenek. És én úgy teszem. Vissza a tetőt, de nem teljesen, mert
Én általában a dobozába tárolom a modelleket. Tehát így néz ki ez a Gatax hatályos kocsi. Előről. Felülről. És oldalról. Túloldal meg ugyanez. És hogyha megvagyunk a tartálykocsival, akkor jöjjenek a személyvagonok, személykocsik. Ki hogy hívja? Mondjuk kezdjük a NMI-vel. Az NMI-ről tudni kell, hogy ő nagyon híres a nobjairól. Megtartja itt egy másik fólia is. Így. Itt vannak ilyen légcsövek, stb. Stb. Ezeket én nem teszem fel. Tehát, hogyha ő ottan lecsúszik a legaljára, akkor úgy is megvan. Így néz ki maga a modell. Nagyon szép. Ennek már kettő sinkel. Futása nagyon szép. És gyorsan elteszem a tartálykocsit, mert nem lehet férni itt az asztalon, mert nagyon kicsi a hely. Meg kevés is. Így. Ez nem egy gyári csomagolás lesz ezután. Tehát megmutatom nektek a lejét. Fókusz. Ez valami gyönyörű. Ez nagyon tetszik. Ott látjátok a lépcsőt. Ez kihajtott állapotban van, de ahogy elindul a vonat, általában mindig behúzza a lépcsőjét. Így néz ki az egyenruhajtó. És akkor bontsuk is ki a arcszöve Albert modell keverékű modellt is. Tehát annak is idehozom még kettősint. Tehát
Acme Albert modellkeverék modell. Őket most bontom ki legelőször. Kiegészítőket is mutatom. Bányol ennek. Jézusom. Ennek ilyen hungargyatszer doboza van, míg a másiknak egy műanyag. Tehát neki az újabbik fajtának. Itt van ez a AVMZ. Hallod ennek? Milyen nehéz a súlya. Na, és még a dobozban mellékeltek nekünk egy használati útmutatót. Az acmétól. Tehát itt minden van illó, hogy mit hova kell feltenni kiegészítőket. És így néz ki az Acme Albert modellkeverék modellünk. Feliratok, élesek, tiszták, szépek. Mindkét kocsinak adta. Ez a különbség a kettő kocsi között. Tető. A klímadobozok ott vannak. Mindkettő amúgy első osztályú, azt tudni kell róla. Ilyen szép bordása. Két kocsinak a teteje. És... ez itt most le van ragasztva? Ja nem, ez ilyen rugós. Ez ilyen rugós. Ja, mindkettő ilyen. Rugózós cucc. Ja, és ott van benne a rugó. Tehát így néz ki ez a megulójel. Tehát így néz ki ez a kettő kocsi. És majd összeállítok majd egy olyan szerelvényt, hogy de az majd kell még egy ilyen nem is kocsi, hogy kettő ilyen nem is kocsi, meg ez az Acme meg Albert modell keveréke, mert akkor meg lehet csinálni ezt a szép szerelvényt, amit láttam a múltkor, és videót is csináltam belőle. Amúgy az fenn van a YouTube-on is. Tehát kapásból ottan lehet látni, hogy a lépcsők azok. Ez a fókusz soha nem jó közelre. Tehát ott lehet látni, hogy a lépcsők bevizet állapotban vannak, ott meg kinyitott állapotban. Ez itt mindig gurul. Azt akkor csatoljuk össze őket, hogy is néznek ki egybe.
egyszer lövénybe. Tehát egyszer lövénybe tettem őket. És hát akkor jöjjön most egy kis összehasonlító videó. Úgy megnéztem is a Albert modelles kocsinak is ilyen rugós a kuplungja, vagy még ilyen bejáratos. Tehát kezdjük mondjuk itt a legszélén. Nem ott belül. Ott nincsenek ilyen kis táblák. Míg az acme kocsinál ottan. Ilyen kis tábla. Aztán haladjunk. Ott van egy olyan kis szele. Szerintem az ott a vészajtónyító. De itt a vészajtónyító fölött van még egy kis gomb. Szerintem az már az új iCiv plusszal jár együtt. Aztán jöjjenek a gombok. Itt ilyen egybefröccsentett műanyag a egész. Még itt a másik, na, szintén egy ilyen összefröccsentett műanyag. De itt a gombok picikét jobban ki vannak dolgozva. Nem, várja. Amit itt mutattam az előfelirat, az meg az elemének itt van. Szóval ideig. Azt hiszem 0-0. Neki fel van húzva a lépcső, neki meg ki van engedve. Jöjjenek ezek a feliratok. Tehát nem dohányzó és nappali kocsi, tehát nem éjszakai, és a vonat számozása 11-től 66-ig. Még itt nem dohányzó. Ez is nappali kocsi, szintén kamerával, meg wifi-son benne, és ez 61-től 116-ig van. Aztán ott van a MÁV logó, ami nekünk itt van. Feliratok. Neki ott van a tengelyénél feliratok, amíg neki nagyon kevés a arc és az Albert modelles. Jövedék van kocsina. Fókusz ez megint szar. TB0/ÖBB TBS. Ami nekünk a acmi és kocsinál nincsen felírva. Honállomás. Budapest keleti pályaudvar. Felírtatok szép élesek. Új IC-kód 61-55-19-91. Száz öt per hat AMZ. Ez is keleti honos, ez is tartós, 61-55-19-91-103/1, a másik meg 105/6 hatos. Nekem mindkettő nagyon bejön. Szerintem eljön még a forgóvázakat is hasonlítsuk össze akkor. Itt jól kidolgozott, ahogy ott is. Itt be lehet látni, itt pedig nem ugyanúgy, mint a hagyományosnál is, a rendes igazinál is, hogy
Olyan feketos fa az életben nem látsz kívülről be. Szinte mennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett, dobjatok rá lájkot. Én Dani voltam, szevasztok.